Így néz majd ki a Bányai Júlia Gimnázium új sportcsarnoka a tervek szerint. A sportfejlesztési pályázatot a Kecskeméti Junior Sport Kft., azon belül pedig a Kecskeméti Kosárlabda Akadémia indította el. Az akadémia az iskolával összefogva és az önkormányzat támogatásával szeretne egy új sportcsarnokot építeni az iskolának. Pályázatot jóvá hagyták, határozatunk van a minisztériumból, és ennek most a támogatás gyűjtése zajlik. Szerencsére sikerült az iskolával és a városban működő cégekkel összefogni, és a támogatások 50%-áig eljutottunk, de ugye itt az lenne a cél, hogy minél hamarabb teljesülhessen ez a projekt. A teljes pályázatot 430 millió forintos költségvetéssel adták be. Ennek 30%-a a kecskeméti önkormányzat önrésze. A projekt elkezdéséhez így összesen több mint 300 millió forint TAO támogatást szeretnének összegyűjteni cégek felajánlásából. Az iskola is, a régi diákok, szülők is bekapcsolódtak segítségképpen, és természetesen az akadémia támogatói is részt vesznek benne, de ahhoz, hogy ez minél hamarabb elindulhasson, hiszen ez csak akkor tud elindulni ez a projekt, hogyha a teljes támogatási keretbe gyűjtésre kerül, ahhoz még kell segítség. Az akadémia 6 iskola felújításával kezdte a sportfejlesztési pályázati lehetőséget. Nem csak a kosárlabdázók sportolási lehetőségeinek javítását tartják fontosnak, a város összes tanulójának, családtagjainak és a sportszervezeteknek is hasznára válhat egy új sportcsarnok.